Úgyhogy kíváncsi. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy olvasó vlog lesz, mégpedig Leigh Bardugótól a Ninth House 9. házat fogom olvasni ebben a vlogban. Ez a könyv egyébként szeptemberi BookTube könyvklub közös könyv, úgyhogy majd megpróbálom a kibeszélő utánra időzíteni, és akkor ezt ide be fogom linkelni. Illetve ezt a kötetet én a könyvmai képzőtől kaptam recenzióba, amit előre is már most is nagyon szépen köszönök. Nekem a Ninth House alapesetben úgy került a radaromra, hogy Eszti mondta, hogy nagyon jó, és hát mind tudjuk, hogy én Esztire nagyon hallgatok, tehát hogyha Eszti azt mondja, hogy valami nekem jó lesz, én azt elhiszem, és ezt elolvasom. És még tavaly mondta talán, hogy ez nagyon tetszett neki, így Leigh Bardugótól ez tetszett neki a legjobban, azt hiszem eddig, amit olvasott, és ez eléggé meggyőző volt nekem már. És hát ugye most a Dark Academia hónapunkon belül pedig ez lett az egyik közös könyv. Nem sokat tudok alapból róla, azon kívül, hogy láttam, hogy egy féltégletet ezzel embert lehetne ölni. És ha ezt nem mondja, hogy jó, akkor nem is biztos, hogy elolvastam volna, mert ugye a Zafir pöttyös, és attól félek, de szerintem ebben olyasmi nem lesz, amitől nekem félnem kell. És magáról a sztoriról egyébként nem sokat tudok, tehát így körülbelül annyit, ami itt van a hátulján. Én valamiért úgy emlékszem, hogy az ilyen krimi thriller-szerűséges is, mert hogy van benne egy ilyen nyomozós vonal. Van benne térkép, de térkép benne. A főszereplőnk Galaxy Stern, vagy Alex Stern, aki tehát igazából valami gyilkosságot él túl, és azután felajánlják neki, hogy a Yale Egyetemen okkult tevékenységeket felügyeljen, és hát itt tiltott mágia, meg ilyesmik történnek, és nekromancia is van benne, ha jól látom. Úgyhogy kíváncsi vagyok rá, a őszi hangulathoz mindenképp illik, tehát ilyen őszi olvasmánynak tűnik mindenképpen ezzel a sötét, dark fantasy-s, dark akadémiás beállításával. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Azért nem ijedek meg annyira a méretétől, mert a könyvmegképzős könyvekkel azért viszonylag gyorsan szoktam haladni. És remélhetőleg jó lesz, és akkor meg végképp gyorsan fogok vele haladni. Ja, és egyébként fun fact, én olvastam már Leigh Bardugótól 3 könyvet, ugye a Shadow and Bone sorozatot én már végigolvastam, és nekem most tűnt csak föl olyan, hogy egyébként Leigh Bardugó nem csak hogy amerikai szerző, de egyébként izraeli is, és ő Izraelben született, és valahogy ez nekem teljesen vagy elfelejtettem, vagy soha nem tűnt föl. Úgyhogy ja, úgyhogy végül is ez majdnem, hogy akár még barangolás is lehet ezzel együtt. Szóval úgy 100 oldal, 102-t olvastam már a 9. házból. Nem tudom, hogy most már be fognak indulni az események, még egyelőre építkezik a könyv, így bemutatja, hogy akkor mi is történik, merre is járunk. És igazából az a sztori eddig, hogy követjük ugye Alexet, aki a fülszövegen is szerepelt, és neki ez a különlegessége, hogy ő látja a szellemeket, gyakorlatilag a szürkéket, ahogy itt nevezik. És hát őt ugye beszervezik a Yale Egyetemen ebbe a léte klubba, léte szervezetbe, ami felügyeli az ilyen különböző varázslós csoportoknak az okkult tevékenységeit, hogy ne legyen semmi törvényen kívüli felhasználása, ne csináljanak semmit, ami ellene megy a szabályzatuknak. Két szálon fut egyébként az esemény, van a jelenlegi tél, ami Alex, illetve volt egy prológus, ami később játszódik, tehát hogy a könyv vége fele fog elvileg majd bejönni. A prológus újra, talán. Szóval van egy télen játszódó szálunk, és egy tavaly ősszel, azaz a tél előtti ősszel, a fél év kezdetén játszódó szálunk, amit Daniel Arlington mesél. És akkor így végül is két szemszögből és két idősíkon fogjuk látni a cselekményt. Ezek alapján még kicsit próbálok belerázódni a világba, még próbálom megérteni, hogy mi történik, mert még kicsit homályos ez a dolog.
Igazából annyi, hogy most történt benne egy gyilkosság, ami gondolom az egész sztorinak az elindítója lesz. Ugye ez egy ilyen kriminek is van, azt hiszem kimondva, és akkor gondolom ezzel a gyilkossági szállal fog valamerre elindulni most majd a történet. Úgyhogy egyelőre ennyit olvastam, ez még annyira nem sok, főleg, hogy ez egy hét alatt történt meg, de mindegy dolgom volt, most annyira nem értem rá olvasni, úgyhogy innen folytatom, még van 500 oldal, úgyhogy még nagyon sok minden tud történni ebben a könyvben. Szóval, egy kis 9. ház update, hogy hol is tartok. Nem olvastam belőle túl sokat, ahhoz képest, hogy kb. A legutóbbi bejelentkezésem óta ugye egy jó hét tutira eltelt, lehet több is. Most vagyok 278 oldalnál, úgyhogy lassan ugye a felénél tartok a kötetnek. Hát igazából most már azért jóval több mindent tudunk, kicsit be is indult most már ugye a történet. Igazából a főszereplőnk Alex arról így megbizonyosodott az elmúlt 150 oldalon, hogy igen, mégiscsak akkor valamelyik, nem szektát akartam mondani, valamelyik háznak köze van ennek a lánynak a meggyilkolásához, aki itt az elején megöltek, és ő ehhez így ragaszkodik, és igazából közben meg is támadták. És kiderült, hogy hova tűnt el Darlington, vagy hát inkább nem is az, hogy hova, csak hogy hova nem. Szóval többet tudunk Darlingtonról is. Igazából szerintem az a sztori szál engem egy előre jobban is érdekel, hogy akkor vele mi van. Igen, igazából azt érzem, hogy most már tényleg kezd berántani a sztori, csak alapvetően nincs kedvem olvasni, úgyhogy azért tart ilyen sokáig most megint ez a könyv. Nem azért, mert rossz lenne tényleg, hanem mert tényleg nekem nincs kedvem egyszerűen olvasni, meg időm se nagyon, úgyhogy hát ezt még ezen a héten szeretném befejezni, nem tudom, menni fog-e, próbálkozok. Érdekes, meg tetszik, én igazából ezt a Dark Academia feelinget annyira nem érzem át, mármint szerintem csak én simán nem fejben, nekem ez így nem tevődik össze, én inkább egy ilyen téli sulis közegnek látom ezt, és ezt a Dark Academia dolgot, ezt annyira nem érzem át belőle, de alapvetően jó, tehát így megvan ez a kis borongós hangulata, de ezután lehet, hogy valami kózibb könyvet fogok olvasni, mert most így valahogy nincs energiám, meg kedvem ilyen sötét hangulatú könyvekhez, dolgokhoz. Lehet, hogy ezt a Fangirl újraolvasást most fogom majd beszorítani, mert úgy érzem, hogy a lelkemnek arra van szüksége. Ja igen, egy kicsit azt érzem, hogy igazából nem is 100 oldalnál indult be, hanem valahol most, tehát nagyon, nagyon sokáig így építkezett és épült a sztori maga. És talán most fog beindulni, de igazából már eddig is adagolt érdekes részleteket, mintha itt lenne több, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ebből mit hoz ki a végére Lee Bardugo. Próbálgatom itt a háttereket, és remélem nem fog villózni nagyon. Szóval befejeztem Lee Bardugótól a 9. házat, a Ninth House-t. Jaj, nekem ilyen hülyén áll a hajam. Azt hiszem, ilyen 270 oldal körül volt a legutóbbi bejelentkezésem, és utána viszonylag gyorsan ledaráltam a maradék 270-et, mert az a második 270 oldal, 300 oldal, az sokkal izgalmasabb volt, mint az előtte lévő. És alapvetően szerintem nekem a legnagyobb bajom az volt ezzel a könyvvel, hogy irdatlan lassan indult be úgy igazándiból, ugyanis hát tényleg kellett egy ilyen 250 oldal, amikor elkezdenek kiderülni dolgok, és azután volt az, hogy jó, akkor most már haladjunk, mert érdekel, hogy úristen, itt mi történt, mi történik. Úgyhogy alapvetően egyébként egy jó könyv volt, tényleg ez ott a, mondjuk az, hogy bevezető része, az kicsit hosszú volt, az ott nagyon nehezen kapott el. Ezt a Dark Academia feelinget én továbbra sem érzem így magában a kötetben, tehát így amikor így Dark Academiának így el tudom képzelni azt, hogy az esztetikét, hogy az hogy néz ki, nem tudom, így könyvben én ezt annyira nem érzékelem, filmben szerintem előbb rájövök, hogy aha, ez Dark Academia, vagy hogyha valaki felöltözik úgy, mindegy, igazából ez lényegtelen.
érdekes volt a könyv koncepciója, néha így ezt a mágia rendszert kicsit nehezen értettem meg, hogy most akkor mi történik, de szerintem nem is akart ilyen nagyon specifikus lenni a dolgokkal kapcsolatban, hogy tényleg elmagyarázni minden szabályát, amit abszolút meg tudok érteni. Alex karakterében az volt nagyon jó, hogy indokolt volt a viselkedése, tehát az, hogy ahogy így megismertük neki a hátterét. Alapvetően Alex nem egy pozitív karakter, szerintem ezt nem mondanánk kifejezetten pozitív karakternek, hanem megvannak neki is az árnyoldalai, de úgy megérti az ember, hogy miért viselkedik úgy, ahogy viselkedik. Bár őszintén megvallom, hogy a végén kicsit össze voltam zavarodva, hogy mi történik. Ugye a képességével, de mivel ez egy duológia lesz elvileg, szóval ennek jövőre jön a második része angolul, 2023. januárjára írják azt hiszem a dátumát, gondolom abból is többet meg fogunk tudni, és nagyon remélem, hogy az arról fog szólni a második rész, ahogyan ez véget ér. Nem tudom, hogy ez mennyire lesz spoileres, akkor úgyis kiteszem a spoiler jelzetet, de ugye a lényeg az, hogy Darlington ugye eltűnt, így elnyelődött és nem tudták visszahozni ebben a kötetben, és azzal ér véget a könyv, hogy ugye azt mondják, hogy akkor szerezzük vissza Darlingtont, és nagyon remélem, hogy erről fog szólni a második kötet, és ez be fog teljesülni, mert imádom Darlingtont. Ő egy nagyon-nagyon jó karakter volt, csak igen, így most már jó lesz. Szóval egy tök jó karakter volt, és őszintén szerintem kedvenc könyvem lenne ez a könyv, hogyha Darlington lett volna a főszereplő. Nagyon bírtam az ő karakterét, igaz, hogy olyan sokat nem is láttunk, tehát egy ilyen pár fejezet volt csak az ő szemszögéből, de azok voltak a legjobb fejezetek, őszintén szólva. Szóval, igen, a végén lévő csavar tök izgi volt, hogy ami így kijött ezekkel a Nexus csomópontokkal kapcsolatban, meg minden, bár nem, majdnem mondtam, hogy azzal is kicsit össze vagyok zavarodott, de rájöttem közben, hogy nem, mert akkor voltam össze zavarodva, amikor még a csavarja nem jött ki. Szóval alapvetően én ezt egy jó könyvnek tartom, érdekes volt. Kíváncsi leszek, hogy mit fogunk erről kibeszélni, ugyanis erről lesz hamarosan egy Booktube könyvklub kibeszélő, és szerintem előbb kimegy ez a videó, mint ahogy az a kibeszélő megesik. Mind bármelyik esetben, ha előbb van, ha később, ide be lesz szépen linkelve a kis sarokba, és akkor ott majd meg lehet nézni. Kíváncsi vagyok a többiek véleményeire is, meg hogy mit mondanak, meg hogy általában a kibeszélők során sokkal több minden eszembe jut, vagy vannak ilyen apró részletek, amikre jobban fel tudok figyelni, azért is szeretek nagyon részt venni ezekben a kibeszélőkben. Úgyhogy erre is kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Érdekes volt ez az egész, de a hosszú bevezető ellenére is kicsit úgy érzem, hogy néha voltak hézagok abban, ahogy én értettem, vagy a világépítésben. Nem mindent értettem teljes mértékben, de ez lehet az én figyelmetlenségemnek is a része, mert ugye az elején ilyen fölvettem, letettem, kaliberűen olvastam. És hát igen, ugye a könyv az egy eléggé bazi nagy cliffhangerrel ér véget, mondhatjuk ezzel, hogy ott ér véget, hogy jön a csavar, és utána, amikor vége van, akkor mondják, hogy most kisütött a nap, úgyhogy így ragyog minden. És gondolom, itt lép be majd a második kötet, ami egy nagyon creepy nyuszi lesz. Mert ez a kígyós, ez olyan szolid, de az a nyuszi nagyon creepy. Úgyhogy kíváncsi leszek, hova fut ki ez az egész. Ha esetleg ti is olvastátok Leigh Bardugótól a 9. házat, akkor kommentben írjátok meg, hogy nektek mi volt a véleményetek róla, vagy hogyha bármiről a könyv kapcsán szeretnétek leírni a gondolataitokat, akkor nyugodtan tegyétek meg, beszélgessünk róla a kommentekben. Úgyhogy ez lett volna a Ninth House vlog. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogy tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!